Na most ébredtünk, ilyen a kilátás. Sötétben szerintem semmit sem lehetett látni. Na, kicsit közelebb megyek. Lássátok, amit mi látunk. Most kelt fel a nap, körülbelül 10 perccel ezelőtt. Kijövök a vízhez. Ott lakunk. Ott Andi beszél telefonon. Nyugalom. Ezeket a kis házikókat mutattam tegnap este. Nem tudom, mennyire látszódott. A hőfok szerintem egy 24 körül van, simán kabát nélkül lehet már lenni. Meg voltunk ijedve, mert tegnap este nagyon szeles, picit ilyen viharosnak tűnő volt már az időjárás, de most reggelre teljesen kitisztult. Látjátok, nincs egy felhő sem az égen szinte, ott a gyönyörűség. És ma lenne a programban, még itt kiíveszten körülnézünk, mindent fogok mutatni. Lehet, hogy lesz benne egy kis fürcsizés is, hogyha olyan lesz az idő. Paraszélingelni szerettünk volna, azt tudjátok, ez az ernyő, amit egy ilyen motorcsónakkal felhúznak. De nem tudjuk, hogy mennyire szeles lesz az idő, mennyire lesz, és akkor csinálják egyáltalán ezt a programot, vagy nem. Aztán pedig este indulunk haza, ez kb. 2,5 órára van Miami-tól, ez a legdélebbi rész, Key West. Hát egy csoda ez az egész Florida Keys, úgy hívják őket, mert nagyon sok szigetecske, és nagyon volt, láttunk is lakatlan szigetet egy házikóval a közepén. Egy olyan úton jöttünk, ahogyha láttátok, ahol jobbra-balra víz, az óceán, és akkor a pici szigetekre úgy lehetett csak kimenni, és a Key West a legdélebbi része. Hát ez egy külön világ itt, teljesen más, mint Miami. Orlandóra leszek kíváncsi, majd nem sokára megyünk oda is 3 napra, ott leszünk a Universal Studio-ban is, az egy egésznapos program, az nagyon érdekes lesz. Leszünk Daytona Beach-en, ott fürdeni is fogunk, ez nagyon sok filmből híres, fiatalok nagyon nagy kedvelt helye, rengeteg szórakozó helyjel. Úgyhogy lesz program bőven. Na, majd még jelentkezem. Mai nap folyamán.